Vettem a Temun egy kameratartót a motoromra. Igazából már a másodikat vettem, sőt a harmadikat, ha őszinte akarok lenni magamhoz. És nem azért, mert valamelyik nem vált be, hanem azért, mert kíváncsi voltam. Na, megmutatom, hogy milyen az új, és végül is meg tudom mutatni a régit is, mert most már a Honda úgy néz ki, mint egy karácsonyfa. Ez az új szerzemény, ami most fel van erősítve a motorra. Ezt az Insta 360-as kamerához vettem, és igazából az előző is rajta van, azt itt tudjátok megnézni. Ezt vettem először, és ezt használom igazából már nyár eleje óta. Pusztán az az egy problémám van ezzel, hogy teljesen hibátlanul működik. Egyszer egyébként eltűnt róla ez a ellenanya, hogy hívják ezt? Most nem jut eszembe. Úgyhogy ez már egy másik újat kellett rá szerelnem, átszereltem egy másik ilyen valamilyen tartóról. Tehát ezzel az a problémám, hogy nem lehet kihúzni, és így aztán a 360-as kamerának nem tudom azt az előnyét élvezni, hogy kihúzom hosszúra, és akkor olyan felvételeket tudok csinálni a motoron, mint hogyha egy drónnal követnének. Hanem csak innen szemből tudom magamat kamerázni, és ugye a 360-as kamera az előre is, és hátrafele is veszi a dolgokat. Illetve amit még ugye, ez szintén Temus szerzemény most, de ezt magyar webáruházban is láttam már, ez a telefontartó, amit akkor szoktam használni, hogyha a városban útvonalat kell néznem időközben. Azért volt így lehajtva, mert a kameratartóról kitakarta itt a motort, és most ezt így használom. Tehát az új szerzemény az ez, és most már egy ideje használom, és teljesen meg vagyok vele elégedve. Egyébként ez körülbelül olyan, nem emlékszem pontosan, ilyen 6-8 ezer forint volt, és hozzátartozik ez a fém tartó, ami több fokozatban állítható. Egy imbuszsavarral kell itt kilazítani, és akkor lehet a szögét állítani, illetve ez a kihúzható selfie-bot, mert hogyha nem itt használom, akkor tudom használni anélkül is, hogy a motorra szerelném fel. Szóval ezt ilyen hosszúra ki lehet húzni. És akkor így olyan felvételek lesznek, mint hogyha egy drónról készültek volna a motorral, ami szerintem jól néz ki. Egyébként az első tapasztalatom az, hogy ehhez a tartóhoz kétféle imbusz kulcsot adtak, ugyanis kétféle méretű imbusz csavar van rajta. Más a méretezése ennek, és más a méretezése annak. Úgyhogy ezt nem tartom annyira jónak, illetve abból a szempontból sem túl praktikus, hogy
egyrészt nagyon vékony a CL500-nak a kormánya, ezért azok a gumi tömítések, amiket adtak hozzá, nem voltak elegendőek, így otthon szét kellett túrni a garást, mire találtam olyat, amivel kellően rá tudtam szorítani, és még így is egy picit mozog. Egyébként ez így menet közben nem volt zavaró, tehát nem akart leesni. Itt ennél a résznél ugyanez, hiába gumírozott itt ennek a selfie-botnak a markolata, mégis kellett ide is egy ilyen tömítő gumi, hogy megfogja rendesen, és ezt is tudom még így forgatni benne. Úgyhogy az sem 100%-os. Illetve ami az én szempontomból hátrány, hogy nem valami könnyű leszerelni, illetve hát nagyon hosszúak ezek az én buszcsavarok, nehéz hozzáférni, és hát egy jó félórás művelet volt, mire ezt ide felszerkesztettem. Tehát, hogyha egy másik tesztmotoron szeretném használni, akkor szét kell bontanom az egészet. Egyébként azért vettem ebből a másikból is egy másikat, mert ez így stabilan rajta van a CL500-on, hiszen most egész nyáron ezzel járok, ezért mindenhol csináltam vele felvételeket, viszont hogyha másik tesztmotorra kell rászerelni, akkor oda a másikat szerelem rá. És így aztán kettő van abból is. Ebből egyelőre nem tervezem, hogy másikat veszek, viszont a Harleyn mindenképpen csak ilyen hosszú selfie-bottal tudnék felvételeket csinálni, ugyanis ott a nagy fejidom az kitakar mindent, és hogyha csak ezt a rövidet rakom fel a kormányra, akkor nem látszik semmi, csak maximum a műszerfal. Tehát oda mindenképp egy ilyen hosszú kellene. Úgyhogy ha azzal megyek, akkor kénytelen leszek átcserélni. Illetve majd egyszer lehet, hogy beruházok egy Insta 360-as motorcycle bundle, vagy nem is tudom, minek hívják ezt a motoros kiegészítő szettet, amivel fel lehet szerelni a motorra. Szóval jelenleg ezzel a felállással készítem a videókat, és egyelőre meg vagyok vele elégedve. Hogyha lesz valami változás, akkor majd megmutatom azt is. Ha van kérdésed az Insta 360 kamerával kapcsolatban, vagy a motorra való felszereléssel kapcsolatban, vagy egyéb más dolgokkal, vagy a mikrofonnal kapcsolatban, milyen felszerelést használok még, akkor írd meg hozzászólásban. Hogyha hasznos volt ez a videó, akkor lájkold, és kövess be hasonló tartalmakért. Sziasztok!